Köszönjük szépen Nyávori Ferenc, Fegy a Kossuth díjas zeneszerző előadó zongorajátékát. Köszönjük szépen. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az Életmenete Alapítvány és a Víracsoport Adóinkkel újabb közös holokauszt emlékrendezvényén, itt a New York Palestinian Anthology kávézójában, amit mi a kultúra képviselői mindörökre csak New York kávéházként fogunk ismerni. Élhetően. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a rendezvény fellépő vendégeit, őket név szerint a program folyamatában fogjuk bemutatni. Ez a rendezvény, ez részben egy holokauszt emlékrendezvény, részben pedig egy sajtótájékoztatóval egybekötött könyv bemutató is. Auschwitz. Auschwitz a humánum nullpontja az emberi történelemben. A totális nulla fog kelni. Edith a Wind szabálytalan Auschwitz memoárja az erről a nullpontról szól. Auschwitz végállomás. Ez a címe Edith a Wind művének. Azért szabálytalan, mert a memoárok többnyire valamiféle emlékfeldolgozási folyamatnak a végproduktumai. Ebben az esetben ez nem tudott megtörténni. Edith a Wind, aki egy holland zsidó orvos volt, és Auschwitz túlélő, a visszaemlékezését még a táborban kezdte el írni, kevéssel a tábor felszabadítása előtt, majd néhány hónapon belül befejezte ezt a szöveget, és 1946 tavaszán Hollandiában, holland nyelven meg is jelent ez a mű, tehát a magyar holokauszt irodalomban talán a legfőbb referenciapontként megjelenő Nyiszti könyv előtt néhány hónappal ez a könyv megjelent. Ez a koraisága ennek a műnek kétféle dolgot mindenképpen jelent, mind a kettő kapcsolatban van az a hagyománnyal, ami körbeveszi a holokauszt irodalmat. Mert hogy ugye a II. Világháború után még évtizedekben kialakult egy szokásrendje annak, hogy hogyan szabad, hogy hogyan érdemes, vagy egyáltalán hogyan lehetséges beszélni Auschwitzról és az egész holokausztról. Edith the Wind művére ez a szokásrend ez nem tudott hatással lenni, mert hogy még a hagyomány kialakulása előtt született egyrészt. Másrészt pedig, mivel az 1946-os első megjelenés után évtizedekig nem juthatott olvasóhoz ez a mű maga sem hatott erre a hagyományra. Ezért aztán ez a visszaemlékezés több pontján a korábban megismert eltérő képet mutat Auschwitzról és a holokausztról. Alapjelenségeiben nem tud eltérő képet mutatni, de árnyalataiban igen. Többféle hagyományos narratívát újra ír, újra mesél. Több ilyen is található ebben a műben, számomra az egyik, a sok közül az egyik ilyen megrázó narratíva, újra mesélés, az az, ahogyan az SS-nek a munkáját leírja a videót. Ugye úgy ismerjük hagyományosan a holokausztnak ezt a perspektíváját, aspektusát, hogy a németek egy ilyen német precizitással gyártják a halált, egy hidegfejű precizitással Auschwitzban és az összes haláltáborban. Edith a Wind visszaemlékezéséből az derül ki, hogy ezeknek szakértelmük sincs, hogy ezek, akik ott működnek, ezek az SS keretlegények, ezek nem értenek semmihez. Ahhoz sem egyébként, amit el akarnak élni, több helyen írja Edith a Wind a műben, hogy csak a szlogenek szintjén pontosak és szervezettek, de egyébként ilyen lumpen senkiházik, akik körülöttük vannak, akik a saját tehetetlenségüket és hozzá nem értésüket fedik el azzal, hogy reggeltől estig állandóan ütlegelik a fogvatartottakat, miközben a másik táborban folyik az emberek szisztematikus megsemmisítése. Több ponton tehát akár új aspektusokat is adhat a holokauszt irodalomhoz ez a könyv. És ahhoz, hogy egy kicsit megismerhessük
ezt a szöveget. A következő programpontként egy rövid részletet hallgathatnak meg ebből a műből. Felkérem Balázs Adocs János színművészt, Balázs Adocs Lajos színművészt, bocsánat kérek, hogy egy részletet mutasson meg. Dalej, dalej! Kiáltoztak a lengyelek. Dalej, biztos, kiabáltak az oroszok. Los, Schweinehunde! Ordított a blokk felügyelő, és amikor egy SS járt arra, akkor kétszerűen hangosan ordított, és botjával rávágott a hozzá legközelebb állóra, hogy bizonyítsa, milyen szorgalmas blokker tiszte. Mindenhol ez volt a náci. Az SS-ek ordítottak mindenkivel, a blokk felügyelőkkel is, a blokk felügyelők szintén ordítottak, és vertett mindenki, a lengyeleket is. A lengyelek pedig a leggyengébbeket választották ki, hogy velük ordítozzanak. Ez volt Hans és egy Lej nevű lengyel. Ők nem szóltak vissza. Hans kérdezte, hogy a lengyelek csak azért ordítanak, hogy levezessék a feszültséget, mert velük is ordítoznak. A főre ordított a tábornokaival, ők ezt kibírták, mert ők ordibálhattak a tisztjeikkel, a tisztek pedig a katonákkal ordítoztak, mint egy milliárd golyó, amely megáll, ha neki ütközik egy másik golyónak, úgy nyugodtak le a katonák, miközben ordítoztak, és ütötték, verték a foglyokat. A blokk felügyelő verte a lengyelet. A lengyelek verték Hanshoz. Így ért a Führer ütése Hanshoz. És onnan már veszélytelen volt, mert Hansnak tehetetlen kiszolgáltatottságában nem volt kit ütni. Tehetetlen és kiszolgáltatott volt akkor is, amikor a Kavics egyhez értek, két csapatban kellett volna fellapátolni a Kavicsot. De ő valahogy mindig mind a kettőben benne volt. És amikor leváltották a csapatot, és ő is át akarta adni a lapátját, soha nem volt, aki átvegye. Érthető, 15 egyenlő 7 plusz 8. 8-an dolgoztak, 7 ember volt a váltás. Így a 8-at nem volt, aki leváltsa. És a 8-at mindig panaszkodott. Panaszkodott Lejnél, ő beszélt valamit a többiekkel lengyelül, de csak nevettek, és nem történt semmi. A kocsi többször fordult, mert felrakták a sódert, és elszállították a táborba, ahol a többiek a karanténból már az utakat szólták fel vele. Az súron vizes volt, a keze felbújagosodott a lapáttól, fájt a lába, ahol a facipőperebe feltörtem fedetlenből. Miután a lengyelek sokat szólva is ötvötték előre, oda ment az SS-hez, aki a Kavics egynél örködött. Herr Sturmann nem hagyott ilyesmivel foglalkozni. Az kapott egy pofont, és ment minden tovább. A blokk felügyelőt lököste, a lengyelek gúnyoló. Amikor a 6. forduló után a teli kocsival beérkeztek a táborba, már minden kommandó tisztelt. A foglyok a blokkok előtt sorakoztak. Mindenhol üvöltöztek, hogy siessenek, és félig futólépésben vonzolták tovább a kocsit, mert öklök emelkedtek a levegőbe, és minden SS, aki mellett elmentek, rájuk sózott. Riegre érkeztek a karantén épületéhez. Leállították a kocsit és felrobbantak. A folyosókon már ott sorakoztak a többiek. Mindenhol káromkodás fogadta őket. Az előjárók ütötték, verték őket, mintha ők tehettek volna róla, hogy túl sokáig kellett dolgozni. Az apra sokáig tartott. Az SS már rég elment, és még mindig ott álltak és vártak. Hans szédelgett. A szívet nem akart lenyugodni. A torkán, mintha
elszorították volna, és a feltört lába úgy égett, hogy újra és újra gönyszögött a szemébe. De ha egy pillanatra legugolt, vagy a mögötte lévő ágyának akar támaszkodni, mindjárt akadt egy fogolytárs, aki oldalba lőtte, hogy álljon vigyázva. Az apel után sorban állás kenyérért, megint végtelen sokáig. Aztán kenyér és kávé, a kenyérem egy kenésnyi lekvár. Megitta a kávét, de a kenyeret nem bírta lenyelni. Később, ha pihen egy kicsit, majd megéhezik. Levet között és lefeküdt az ágyra. Megváltásként jött szemére az álom, szabadulásként a hevedelektől, amely a kocsihoz kötötték. Már nem volt a kezében lapát, elmúlt a fájdalom, elcsitult a vágyakozás, mert lesüllyedt a tudattalanság sötét mélyébe. Egyszer csak felhangzott egy ordítás, amire felriadt. Alle abstehen! Ez még mi? Micsoda zűrzavar a fenegetlen mélységből felbukkanó tudat számára. Anya szólítja tűzavar, betegett lázas, alig bírt mozdulni. Aztán minden világossá vált. Az orosz, akivel az ágyon osztozott, megrázta, lábellenőrzés. Most mi lesz? Este a kínoktól és a kimerültségektől elaludt, így nem mosdott meg. Most pedig már éjszaka van, és neki piszkos volt a lába. De ezúttal szerencséje volt. Az SS úgy be volt rúgva, hogy nem látott mindent élesen. Továbbra azt mellett, aki egy fél óra múlva újra az ágyban feküdt, és rögtön el is aludt. Hajnali 4-kor egyáltalán nem volt kipihenve, az izmai, a bőre, mindene fáj. Remélte, hogy nem kell megint dolgozni mennie, de jó remény volt. Amikor felsorakoztak, megjelent a Sturmbandist egy cédulával, amelyen a hontató csapat számai szerepeltek. Hans ismét befutózta. Köszönjük szépen Balázsok és Örösszínűrészünknek. Tisztelt vendégeink, milyen tisztelt holokauszt túlélők. Tisztelt Merkel Vindul, tisztelt Szalaimó Vince helyettes államtitkár úr, kedves Szabó Tibor Benjamin igazgató úr, kedves dr. Kárpáti Katalin, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgató helyettese, tisztelt Siffer János úr, a Nácizmus Üldözési Bizottságának elnöke, kedves Vadász Magda a Mazsinszki képviseletében, és kedves vendégeink. Gordon Gábor vagyok, a világ 54 országában működő nemzetközi szervezet, az Életmenete Alapítvány magyarországi vezetője, tisztelettel köszöntöm Önöket. Elsősorban szeretném megköszönni az Athénium kiadónak és igazgatójának, Szabó Tibor Benjamin úrnak az ismételt együttműködést, hiszen ez már nem az első alkalom. Két nappal ezelőtt volt 75 éve, hogy január 27-én felszabadult az Auschwitz-Birkenau koncentrációs tábor. Az ENSZ 2005. november 1-én meghozott határozata óta ez a nap az ENSZ holokauszt emléknapja az egész világon. Alapítványunkkal több mint 17 éve dolgozunk Magyarországon a kirekesztő, rasszista, antiszemita nézetek ellen, és a legkülönbözőbb érzékenyítő programokkal próbáljuk megszólítani a fiatalokat és minden érdeklődőt. A saját eszközeinkkel, az oktatással mi mindent megpróbálunk, de sajnos tudjuk, hogy még sok a dolgunk. Az emberek többsége sajnos még mindig közömbös, ha meghal az utcán egy rasszista megjegyzést, vagy éppen a televízió készüléke előtt ülve nézi az esti híradót, és látja, hogy még napjainkban is, például egy közel-keleti országban tömegével gyilkolnak keresztény embereket, csak azért, mert nem ugyanazt a hitet követik, mint gyilkosaik.
Igen, lássuk be, hogy sajnos a többség még mindig csak legyint egyet ilyenkor, és megnyugtatja magát azzal, hogy ez nem az ő dolga. Szerencsére nem érinti az ő családját és az ő szeretteit. Igen ám, de mi, akik ma itt ülünk, jól tudjuk, hogy mindez hova vezethet. És ha meg se próbálunk tenni ellene, akkor hiába történnek ezek a dolgok sok ezer kilométerre Magyarországtól, mi itt Európa közepén sem lehetünk nyugodtak. A mai közös könyvbemutatónk az Atinek kiadóval is egy állomása annak a munkának, amit munkatársaimmal próbálunk folyamatosan képviselni programjainkon, hogy emlékezni és emlékeztetni minden jó érzésű ember kötelessége. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Szeretném megkérni most Szalai Bólogiszti Vince, a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatok és felelős helyettes államtitkárának a beszédét hallgassuk meg, és osszam meg a gondolatokat is. Tisztelt Devin úr, tisztelt túlélők, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr, kedves Gábor, nagy örömmel kaptam meg a felkérésedet, viszonylag rövid távon, de gyorsan is fogadtam, és örömmel jöttem el ide. Két okból is, és azt gondolom, hogy ilyen rendezvényen fontos az, hogy a magyar kormány egy kisebbét legyen, hiszen a felelősségünk, a magyar kormányok felelőssége abban, ami 75 évvel ezelőtt történt, az tagadhatatlan, vitathatatlan és megbocsáthatatlan. A másik ok az az, hogy történészként jó, magam is nagyjából ezzel a korszakkal foglalkoztam, egy picit korábbi 30-as évekkel foglalkoztam, és pontosan tudom, hogy mi történt, nem a, hogy mondjam, a felkészítő beszédekből, nem a háttéranyagokból értesültem arról, hogy milyen tragédia következett be, akár Magyarországon, akár világszinten nézve, hanem én magam ezt több éven keresztül itt a bölcsészkaron, az Ötvös Loránd Tudományegyetemen tanultam. Most volt két napja valóban, hogy Gábor is emlékeztet rá a Nemzetközi Holokauszt emléknap, a magyarországi az majd április 16-án lesz, amikor az életmenetére fog sor kerülni, amit a magyar kormány hosszú-hosszú évek óta támogat, és azon is természetesen ott leszünk. Ugye, ha megengedik, nagyon röviden összefoglalnám, hogy én történelmén látom, és a magyar holokauszt eseményeit röviden be tudom mutatni, főként azért, hogy a Wind úr is lássa, hogy mi történt Magyarországon, ami egy külön eset bizonyos értelemben, különbözik attól, ami mondjuk Ausztriában történt, különbözik attól, ami Lengyelországban történt. Mi is, hiszen a Magyarország német megszállása 1944. március 19-én történt meg. Ez gyökeresen különbözik attól, ami a szomszédos országokban volt. De ennek meg voltak előzményei természetesen. Az első numerus clausus törvény 1920-ban került elfogadásra. Az a kezdőpontja a zsidósággal szembeni korlátozói hiszteléseknek. Majd jöttek a zsidó törvények, ezt követően a 30-as években. És 1944. március 19-ig után, áprilistól kezdődően egészen július elejéig szisztematikusan 600 ezer, úgy tudjuk, hogy nagyjából 600 ezer magyar zsidót, magyar zsidó honfitársunkat deportáltak a magyar politikai közigazgatás aktív közreműködésével. Én, ha már könyvekről beszélünk, akkor mindenkinek a figyelmébe ajánlom azt a könyvet, nem csak de Vizur könyvét, amit én még személyesen nem tudtam elolvasni, de nagyon örülök, hogy a magyar kiadásra sor került, hanem megjelent egy kiváló könyv a magyar közigazgatásnak a, hát, hogy mondjam, bűncselekményeiről, Veszprémi László Bernát tollából, Gyilkos irodák címmel, ez egy egészen friss könyv, amelyik a magyar közigazgatásnak a hát, hogy mondjam, aktív szerepét taglalja, és nem kedvezi el az azzal kapcsolatos valóságot. Hozzáteszem, hogy mi sem kerülöztük el sose az azzal kapcsolatos valóságot, és mindig megkövettük, és most is én is megkövettem az áldozatokat a magyar kormány nevében. Mindig emlékezni fogunk, és mindig a történelmünk egyik, ha nem a legnagyobb szégyenfoltjának fogjuk mindezt tartani. Szoktuk is néha mondani, hogy Auschwitz
a legnagyobb magyar temető. Ez faktaesőn is így van, hiszen a megbízható számadatok szerint nagyjából 450 ezer magyar pusztult el, magyar zsidó pusztult el ebben a szörnyű tragédiában, a szörnyű lépdetben. Őrájuk mindig emlékezni fogunk, a túlélők előtt, a leszármazottak előtt meghajtjuk a fejünket, és nem felejtünk természetesen. Ugye a holokauszt áldozataink a száma összességében megbízható adatok szerint 6 millió, és ennek a 6 milliónak a 10%-a esik nagyjából a magyar és a magyar-német, de magyar felelősség alá. Ugye Auschwitzban minden harmadik áldozat az magyar, ezt tudni kell. Tehát Magyarország a harmadik legnagyobb áldozat nemzet, éppen ezért igyekeztünk a tegnap előtti megemlékezésen a lehető legmagasabb politikai szinten képviseltetni Magyarországot, ezért Orbán Viktor miniszterelnök úr vett részt és hajtotta meg a fejét az áldozatok előtt. Én is most csak ezt tudok tenni, hogy meghajtom a fejemet az áldozatok előtt, meghajtom a fejemet de Winter úr előtt is, illetve édesapja előtt is, aki fantasztikus letett az asztalra és szörnyű, hogy mit kellett átéljen. Ez számomra egészen ennek a generációk számára, 1972-ben születtem. Nyilván mindent a könyvekből ismerek, de alaposan próbáltam megismerni, számomra egészen elképzelhetetlen. Azt kell mondjam, és még annyit elmondanék, hogy én magam vagyok a magyar kormány részéről az alapító jogokat gyakorló állami vezető a Magyar Zsidó Örökség Közalapítványban, amit a magyar kormány 90-es években hozott létre, és ott nemrégiben elfogadtunk egy projektet, a második generációs holokauszt, tehát a túlélők gyermekei számára egyfajta, ez egy 100 milliós projekt, egy olyan, ennek az lenne a lényege, hogy azok részesülnének a anyagi támogatásba, akik lelkileg, fizikailag különösképpen megszenvedték a holokauszt borzalmait, nem voltak ott, de lelkileg talán még jobban megszenvedték, és nagyon sok zsidó ember mondja ezt nekem a világon, Magyarországon is, és azon kívül is, hogy a második, harmadik generációk még nehezebb, mert ők egy olyan világban nőttek föl, ahol a másik embernek az elpusztítása az nem volt, hál' Istennek, mindennapos. A második világháborúban, aki élt, az nem szokhatott hozzá, hiszen ez nem lehet hozzászokni, de mégis az egy más körülmények. Mi, akik 70-es években, 80-as években születtünk, egyszerűen felfogni sem tudjuk, hogy miért akarták a felmenőinket bántani. Tehát érthető az, hogy olyan lelki károsodások, károk keletkeznek, amikkel foglalkozunk kell. Ezért örülök annak, hogy a Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány kuratóriuma ezt az összeget megszavazta a második generációs holokauszt túlélőknek. És ezt a munkát szeretnénk folytatni a közalapítvány keretein belül. Én köszönöm még egyszer a megtisztelő lehetőséget, neked Gábor, külön a meghívást. Tudod, hogy számíthatsz ránk majd áprilisban, amikor az életmenetére fog sor kerülni a Magyar Főváros központi helyén. Még egyszer tisztelettel köszöntöm Vindurat és minden túlélőt, és köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen a helyettes államtitkár úr szavait, és most szeretném megkérni Pécsi Tibor történész, tartományi munkatársát, hogy várjon a mikrofonhoz, és ő is tartson egy kis történelmi összefoglalót. Tisztelt túlélők, kedves vendégek, és minden résztvevő és hallgatóság, nem kenyerem a papírból való beszéd, de most önmagamat korlátozva szeretném felolvasni, amivel készültem. Január 27-e, immár 15. éve az ENSZ által kijelölt nap arra, hogy világszerte megemlékezzünk a holokausztról. Arról az egyedülálló és előzmény nélküli tragédiáról, amelynek áldozatai a nácik által uralt Európa területén élő zsidók voltak. A holokausztról, amelyben a nemzeti szocialisták szándéka szerint minden zsidó halálra volt ítélve, csupán amiatt a bűn miatt, hogy megszületett és élt. Noha a náci ideológiának sokan mások is áldozatul estek, többek között lengyelek, szlávok, romák, jehovatartói homoszexuálisok,
és politikailag másként gondolkodok, egyedül a zsidók sorsa lett volna a teljes kiirtás. Ennek a gonosztetnek a szimbólumává vált Auschwitz, ahol az áldozatok túlnyomó többsége zsidó volt, noha a legtöbb zsidót nem ott tölték meg. Auschwitz jelképe annak is, hogy az európai kultúra hogyan semmisült meg, mert nem volt képes arra, hogy az áldozatokat megvédje gyilkosaiktól. Nem adott képességet a gyilkosoknak arra, hogy a mindannyiunkban ott rejlő barbárt megfékezzék önmagukban. Nem volt képes a holokauszt történéseit csendesen szemlélő európaiak tömegeit rábírni arra, hogy kilépjenek a közömbösségből, és aktívan tegyenek az áldozatok megmentése érdekében. Hollandia is része volt ennek az európai tragédiának. A német megszállás alatt álló ország hivatalnokai, félreértelmezve az emigrációban lévő királynő szavait, készséggel együttműködtek a náci hatóságokkal, az ország zsidó polgárainak a megbélyegzésében, kirekesztésében, összegyűjtésében, és a keletre, azaz a haláltáborokba való deportálásában. Westerbork, ahol a történetünk egy része is játszódik, csak egy volt a transzit táborok közül. 1942 nyarától heti egy alkalommal, minden csütörtökön egy vasúti szerelvény indult onnan. A vagon oldalán ott szerepelt a végállomás neve, Auschwitz. 104 szerelvény, mindegyikben 1000 holland állampolgár. Így veszett el a holokausztban a Hollandia zsidóságának 3/4-et. Zsidók, írjatok le mindent, mondta Simon Dubnov történész, mielőtt egykori tanítványa egy náci tiszt 1941. decemberében a megszállt Riga a Fagyos utcáig meggyilkolta. A történtek rögzítésének parancsa egyúttal az utókort is megszólította. Amit a kortársak feljegyeztek, azt nekünk mai élőknek kötelességünk kell olvasni. Kötelességünk megismerni, ami történt, emlékezni arra, ami történt, és a történtek alapján felelősséggel élni, hogy ez még egyszer ne történhessen meg. Edith Wind annak a felhívásnak is engedett, amikor már a haláltáborban megkezdte tanúságtételét. Miért érzi úgy egy orvos, aki a holokausztban megtalálta a szerelmet, ugyanakkor elvesztette azt az életet, amelyet korábban élt, hogy írnia kell. Le kell írnia, amit átélt, látott és tapasztalt, hogy soha nem elüljön feledésbe. Teljesítette a zsidóságban 3,5 ezer éve élő parancsot. Emlékezz! Műve nekünk, mai élő embereknek szól, hogy megismerjük azt, mire képes az ember, ha új morált, új erkölcsöt alkot magának. De mint hangja egy új hang a holokauszt emlékezett történetében, még akkor is, ha elsőként adta közvetörténetét 1946-ban. Új, mert közvetlenül a történtek után még nem tapadt rá az elbeszélésre mindaz, amit azóta megtudtunk a holokausztról. Olvassuk el, ismerjük meg, és adjuk tovább ezt a hangot a környezetünk számára. A jövőért vállalt felelősségünk az, hogy a múlt tragédiára ne csupán emlékezzünk, hanem a magunk korában és a gonosszal szembeni ellenállásra buzdítsunk, hogy a holokauszt soha többé ne történhessen meg. Felelősek vagyunk azért, és ez a felelősségünk a holokausztról való tudásunkból fakad. Hordozzuk együtt ezt a felelősséget. Bár sem tudom mondta, a felejteni akarás meghosszabbítja a számüzetést, a megváltás titka az emlékezés. A holokausztban történeket nem felejthetjük el. Beszélnünk kell róla, gondolkodnunk kell róla, a legfontosabb pedig, hogy tegyünk a megismétlődés ellen. A mai napon azzal, hogy megismerjük pedig történetét. Köszönöm. Szépen Pécsi Tibor történész tájékoztató előadását. Most pedig a rendezvény fő programpontja következik. Ez egy pódium beszélgetés lesz. Edith Wind már nem lehet közöttünk. Merhert Windel, a szerző fiával, valamint a mű nemzetközi képviselőjével, Bolsevessel,
Sebestyén Traoré Agency vezetőjével, Balázsik Annak fog beszélgetni a pódiumon, és kérem, fogadják őket szeretettel, és itt kell hangsúlyoznom, hogy ez a könyv, ez nem jöhetett volna létre alföldi manékműfordító, nagyon magas színvonalú munkája nélkül, nagyon szépen köszönjük ezt a munkát. A pódium beszélgetésben tolmácsolással ő fog segíteni, kérem, fogadják szeretettel. Before we start this conversation, I would like to say a few words. First of all, to thank everybody to be here and to organize this event. But there's one small group here, I understand, I haven't met you, that I want to welcome and say some words to, and that's the survivors. Maybe you translate it? Először is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és szeretettel köszöntök mindenkit, és egy csoportot szeretnék külön köszönteni, nem találkoztunk személyesen, de szeretném köszönteni a túlélőket. When my father survived Auschwitz, he had no family left, all his friends were dead, and it was the fellow survivors that became his new family. And although I didn't meet you yet, I consider you to be my family, and I thank you for being here. Amikor édesapám visszajött a távolból, nem maradt családja, a megmaradt családja, illetve a családja, a túlélő társai lettek a családja. Úgyhogy bár nem ismerem önöket, rokonoknak tekintem önöket, egy család vagyunk, és nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Thank you. Tisztelettel köszöntöm önöket én is. Ez így rendben van, szeretnék egy kicsit reflektálni sorrendben azokra a dolgokra, amik a felvezető beszédek során elhangzottak. Szabó Tibor Benyámin a kiadó bemutatójában Szabálytalan memoárnak nevezte ezt a könyvet. Közben fordít Mari. És némileg meg is magyarázta, hogy mit ért az alatt, hogy szabálytalannak tartja, de nagyon megköszönném, hogyha ezt egy kicsit kibontanánk, egy kicsit részletesebben elmagyarázná, hogy ön miben látja a szabálytalanságát ennek a visszaemlékezésnek. There are many really beautiful memoirs and books about the Holocaust and about Auschwitz. Nagyon sok érdekes jó könyv jelent meg Auschwitzról, visszaemlékezés. And this book differs in so far that my father, who luckily survived Auschwitz, stayed behind there. He was in hiding. He didn't dare to go on the dead marches. So while still in Auschwitz, he immediately started writing. Ez a könyv abban különbözik, hogy édesapám, aki túlélte az auschwitzi haláltábort, utána ott maradt, és ott kezdett el írni. Tehát elrejtőzött, amikor a halálmenetekkel a legtöbb embert elvitték, ott maradt, és ott kezdett el írni. Even stronger, writing down his story was the reason he wanted to stay alive, because at first he thought, why should I want to stay alive? And then he remembered the words that another woman in Auschwitz, a young woman, said to him, you have to stay alive to tell this to everyone, so everyone will know, and this will never happen again. Sőt, az, hogy elkezdte írni az élet a történetét, az volt az egyik oka annak, hogy életben maradt, mert volt egy olyan gondolata is, hogy ezután nem érdemes élni, de azután eszébe jutott egy női fogolytársának eszébe jutottak a szavai, hogy életben kell maradni, hogy ezt el tudjuk mesélni, és hogy az emberek tudjanak erről, és soha többet ne történhessen ilyen. So to answer the question, it is different because when you're still in the belly of the beast, then you write without forcing your memories and you're still there. And the book has this incredible feeling of urgency of someone who needs to write. He didn't want to write, he had to write his story. And that is what you feel.
Tehát, hogy visszatérjek a kérdésre, az a különböző, attól különböző ez a könyv, vagy attól szabálytalan, hogy úgymond a gonosznak a gyomrában ott kezdtem írni ezt a szöveget, és ez egy olyan ember szövege, aki nem írni akar, hanem akinek muszáj írnia. I hope this answers your question. Some of them anyway. Arról van információnk, hogy ezt pontosan hol írta, mikor írta, hogy írta, fennmaradt-e az eredeti írás? The notebook, my father found a notebook in Auschwitz, and that notebook was always in my parents' house. When I was a child, I even played with it. Édesapám Auschwitzban talált egy jegyzetfüzetet. Ez a jegyzetfüzet később mindig a családunk tulajdonában maradt, gyerekkoromban játszottam vele. When my father went into hiding, when he came back to the camp after 2 days, the situation he found there was horrifying, even worse than when the Nazis were still there, because nobody gave food anymore, there was no control, and there were thousands of people dying. Édesapám elrejtőzött, mikor a németek kivonultak, és utána 2 nappal később visszament a táborba, és ott borzasztó körülményeket találtak, körülmények még szörnyűbbek voltak, mint mikor ott voltak a nácik, mert senki nem adott enni az embereknek, nem volt semmiféle ellenőrzés, és több ezer ember haldoklott ott. So, when he, as I told, decided to stay alive, not being able to work as a doctor because there were no medicines yet, the only thing he could do was go and look for a notebook, and he found it in a barrack of the SS, and kind of notebook that they used to write down. They kept proper administration, who had to go, who was on the appel, who had to work, and who was sent to the gas chambers every day. And in such a notebook, he started writing. Tehát mikor édesapám elhatározta, hogy életben akar maradni, és még nem tudott orvosként tevékenykedni, hiszen nem volt sem gyógyszer, sem semmi, keresett egy jegyzetfüzetet, és talált is az SS egyik barakjában egy olyan jegyzetfüzetet, amelyben a németek az adminisztrációt jegyezték fel, hogy ki tud még dolgozni, ki megy a gázkamrába, stb. És egy ilyen jegyzetfüzetbe kezdett el írni. And when the Russian army came, he became a doctor in the Russian army. He became an army member, and he started treating people during daytime. And in the evening, he sat on the side of his bed, the same bed where he was imprisoned, and he wrote every evening for about 3 months. Tehát mikor az oroszok bejöttek, és az oroszok közt voltak is orvosok, belépett az orosz hadseregbe, és ott orvosként dolgozott, és napközben betegeket kezelt, és esténként az ágya szélén leírta az emlékeit. Azok számára, akik nem olvasták a könyvet, és nyilván még csak páran vagyunk, akiknek ez már megadatott, talán feltűnt, hogy Balázsovics Lajos Hansról beszél egyes szám harmadik személyben, aki valójában Eddie de Wind. Miért döntött úgy az édesapja, hogy egy kitalált személy nevén keresztül egyes szám harmadik személyben írja meg ezt a történetet? When my father started writing, he started writing in the first person. The first pages of the book are written from the I, the me person. I've been asking him this myself, and I've talked about this with him. He said, I couldn't continue writing, because every sentence I wrote down was my pure memory, and was what happened there, and it was still emotional. So I had to switch to this figure I imagined, and that was Hans, who told the story for me.
a könyv elejét úgy kezdte elírni, egyes szám első szemében kezdte elírni, és mondja Mehert, sokat beszéltem erről édesapámról, és azt mondta, édesapámmal is azt mondta, hogy nem volt képes folytatni, ahogy elkezdte, mert olyan élénk tiszta volt még benne az emlék, és olyan érzelmi hatást váltott ki benne, hogy egyszerűen képtelen volt, és ezért váltott át a harmadik személyre, erről a, és kezdett el erről a kitalált Hanszról írni, mert így ez lehetővé tette számára, hogy egyáltalán leírja ezeket a dolgokat. Szalai Gabrovicki helyettes államtitkár úr pedig arról is beszélt, hogy a trauma öröklődik. Ez mit jelent az ön életében? Hogyan tetten érhető az ön kapcsolatával, az édesapjával, illetve az ön saját életében? És hogyan viszonyul a holokauszt örökségéhez, ami már ugye egy nagyobb kérdés? Auschwitz was always there. My mother once said Auschwitz was always sitting at our kitchen table. Auschwitz mindig jelen volt a családunkban. Auschwitz. Anyám mindig azt mondta, Auschwitz mindig ott ült nálunk a konyhaasztalnál. My father was severely traumatized. After the war, he started working as a psychiatrist. As a psychoanalyst, helping people with war traumas, it was his specialism. And he was always busy with Auschwitz, and unfortunately, he's been ill a lot himself, mentally ill. He has been hospitalized many times to work on his trauma. Édesapám súlyos traumát szenvedett, és a háború után pszichiáterként, pszichoanalitikusként dolgozott, és a holokauszt traumában szenvedett emberekkel foglalkozott. Mindig Auschwitz-szal foglalkozott. Sajnos ő is súlyosan szenvedett lelki betegségekben, többször volt emiatt kórházban, és kezeléseket kapott emiatt. So there was always fear in the house, and I have a brother and a sister, and we are grown up in an atmosphere of fear and pain. A félelem mindig velünk volt. Nekem egy fiútestvérem és egy lánytestvérem van, és úgy nőttünk fel, hogy a fájdalom és a félelem mindig jelen volt. But my father had one thing different from most survivors. Maybe because he was a psychoanalyst, he decided to talk. So he's told me so many stories during the year. So because he said, although the stories are hard and terrible for children, their fantasies are always worse. So he decided to talk about this. De egy dolog különböztette meg édesapámat más holokauszt túlélőktől, talán azért, mert pszichoanalitikus volt, hogy ő mindig beszélt ezekről a dolgokról. Elmondta a történeteket, és azt mondta, hogy bármilyen szörnyűek ezek a dolgok, ha nem mondjuk el, akkor a gyerekek fantáziának, és még sokkal szörnyűbb, a fantáziáik még sokkal szörnyűbbek. Before we continue, I would like to say something about the speeches before me. What I think is very comforting and really wonderful is that in Hungary there apparently is this atmosphere of recognition of mistakes made in the past, mistakes made by the people living here, by the government, etc. That's different in Holland. As mentioned, the government has made mistakes as well, but it was only last week that our prime minister, for the first time after 75 years, admitted that there have been made mistakes. It took 75 years. Mielőtt tovább megyünk, szeretnénk reagálni az egyik beszédre, ami elhangzott. Nagyon vigasztalónak találom, hogy Magyarországon ez a légkör, hogy elismerik a múltbéli hibákat. Ez Hollandiában nem így van. Hollandiában is követtek el hibákat, de csak a múlt héten
ismerte be ezt a holland miniszterelnök 75 év után. Azt hiszem, hogy még egy mondatot, vagy egy gondolatot ér az, hogy ön személyesen ezt a fajta traumát, amit megörökölt az édesapjától, ezt hogy dolgozta fel önmaga? Hát nem arra a részre vagyok kíváncsi, amikor az édesapja történeteket mesélt önnek, és ezen keresztül próbálta egy kicsit könnyíteni a dolgot, hanem hogy ön személy szerint hogyan képes ezzel megbírkozni. Well, you're a good journalist because I tried to avoid this answer. Maga nagyon jó újságíró, én próbáltam elkerülni a választ. Growing up in an atmosphere of pain and realizing what had happened, but even more maybe realizing what was not there. There was no family. There was no youth for my father anymore. Realizing what had been taken away. Was very painful, and as I said, it was an atmosphere of fear in the house, and it was quite impossible as a child to develop my own life. Igen, nagyon fájdalmas volt annak tudatában lenni, hogy mi minden történt, meg annak is a tudatában lenni, hogy mennyi minden nincsen, hogy nincsen családunk, és hogy mennyi mindent vettek el tőlünk. Ez nagyon fájdalmas volt. És az, hogy mindig jelen volt a félelem, az valahogy lehetetlenné tette azt, hogy a saját életemet kialakítsam. So it took a long time to realize that life was not only about fear, but that it was possible to be happy as well. And it was, I'm afraid, only after my father died that I was able to develop my own personality more. I think what I called second generation, I don't like the term second generation, I must say. We are children of survivors, children of people that have been severely traumatized. And being a child of such a person means that it takes a long time to understand who you are yourself. Mindezért nagyon hosszú ideig tartott, hogy rájöjjek, hogy az élet nem félelem, hogy lehet anélkül élni, és hogy kifejlesztem a saját személyiségemet. Én nem szeretem ezt a szót, hogy második generáció. Mi olyan emberek gyerekei vagyunk, akik túlélők és traumákkal éltek, és ezért nagyon nehéz kifejleszteni, azt létrehozni a saját életünket. Köszönöm szépen, thank you for the answer. A könyvben egyszerre van jelen bizonyos tekintetben az ördög maga, a pokol és a remény is. Habár nincs kimondva név szerint, de József Mengele is ugyanúgy benne van a könyvben, mint Friedel, aki az édesapja szerelme volt, és paradox módon Mengele az, aki bizonyos értelemben Friedelt megmenti a haláltól. Erről mesélni egy kicsit. Yes, if we think about Auschwitz, the remembrance of Auschwitz and the position of Auschwitz in our culture is one of hate and fear and the darkest side of people. But I really hope that now this book finally, after 75 years, reaches so many people that we can learn from it, is that however bad people can be and however terrible the circumstances are, it is hope and love and solidarity that can get people through. Igen, Auschwitz az tulajdonképpen egyenlő a gyűlölettel, a félelemmel és az emberek legsötétebb oldalát mutatja be, de most, hogy ennyi emberhez eljött ez a könyv, talán itt az ideje, hogy tanuljunk ebből, és hogy tudatosítsuk azt, hogy mindennek ellenére a jelen van a remény, a szeretet, a szerelem, a szolidaritás,
és hogy ez segít túlélni. Can I add one more sentence? We've been talking about Auschwitz never again for 75 years now, and there's still a lot of shit going on in the world, and we've been looking at Auschwitz too much in political terms and in structures, and how was this possible on a political level. It is about time that we start looking at the stories of the people that were there to understand how something like this could happen. That's the only way, I think, to really avoid a new Auschwitz in the future. 75 éve mondjuk azt, hogy soha többé Auschwitz, és még mindig sok borzalom történik a világban. Itt az ideje, hogy elolvassuk, meghallgassuk az emberek történeteit, akik ezt átélték, és hogy gondolkozunk azon, hogy ez hogy volt lehetséges. I think that listening to the stories and understanding how evil and also good in Auschwitz worked is the only way to avoid an Auschwitz in the future. Tehát, hogyha megpróbáljuk megérteni, hogy a gonosz és a jó hogy működött Auschwitzban, ez lehet a módja annak, hogy elkerüljük, hogy még egyszer megtörténjen ugyanez. A következő kérdést Paul Sebesnek is szeretném feltenni. Ugye ez mindvégig rendkívül fontos volt, hogy a mű eredeti változatában átírás, javítás, korrigálás nélkül jelenjen meg. Okozott ez bármilyen nehézséget? No, not really, because when Melcher called me a year ago to tell us that his father has written a book in Auschwitz. And not a lot of people knew that in Holland, but it was just the notebook, of course, that was just in their house, sitting on a shelf. Nem, mikor körülbelül egy évvel ezelőtt megkeresett engem Melcher, és beszámolt erről a füzetről, ami náluk ott volt. Tehát akkor csak ez a füzet volt. Yeah. So Melcher called us and he made an appointment with our agency. Melcher felhívott minket, és megbeszélt egy időpontot az ügynökségünkkel. And then he showed us the notebook and also the edition that was published right after World War II in Holland only in 1946. És megmutatta a füzetet, és megmutatta az első kiadást, ami Hollandiában megjelent 1946-ban. And so that edition from the original notebook to the 1946 edition is exactly, well, more or less the same. So what he wrote in the camp was published in 1946 in Holland, and that's the same the whole world is reading now, in this case you guys in Hungary. Tehát a 46-os kiadásban a füzet tartalma jelent meg, és a 46-os kiadás az gyakorlatilag pontosan ugyanaz, mint ez a könyv, amit önök is olvashatnak, és amit az egész világ olvashat most. Yeah, so we sent the Dutch edition out in the rest of the world, and we had the first 25 pages translated into English. Tehát kiküldtök nagyon sok helyre a holland szöveget és az első 25 oldalt angol fordításban. And that we sent out in the whole world. And then after a big Dutch deal with Meulhof in the Netherlands, we had deals with England and Spain and America and Italy and Portugal, I think. And then Mr. Tibor over there was one of the first in the world to offer for Hungarian rights. Tehát ezeket ezt szétküldtük az egész világban mindenfelé, és azután született egy megállapodás a holland Meulhof kiadóval, és ezután kapcsolatba kerültünk angol, amerikai, spanyol, olasz, portugál kiadókkal, és azután Szabó Tibor jelentkezett a magyar nyelvű jogokért. But it's all based on the same edition that Eddie wrote in 1945. So the English and the Dutch is really close to what he wrote in the camp. Yeah.
De tehát ez mind, ezek a szövegek mind nagyon közel állnak, tehát a holland és az angol kiadás nagyon gyakorlatilag megfelel a 46-os kiadásnak. And this week we closed the 28th deal for the book. So it's now it's going to be published in 28 languages, so that's over 100 countries. Ezen a héten kötöttük meg a 28. szerződést, tehát 28 nyelven jelenik meg eddig a könyv, ez körülbelül 100 országot jelent. So finally the whole world can read Eddie's book after 75 years. Tehát 75 év után az egész világ olvashatja ezt a könyvet. Lassan lejár az időnk, de ide kértem gyorsan egy könyvet. Így most erre ránézve, milyen érzés ezt így kézben tartani? Ezen az édesapja is évtizedekig dolgozott, hogy minél több ember megismerhesse ezt a történetet. Ön is hosszú évek óta foglalkozik ezzel. Milyen érzés, hogy ezt végre sikerült elérni, és ön szerint mi a legfőbb üzenet ennek a könyvnek? It is more than hope, more than proud. Because több mint büszkeség. Because this book was the reason for my father to stay alive, to make a choice to live. Az édesapám számára ez a könyv volt az, amiért azt választotta, hogy éljen. In 1946, when he published the book for the first time, there was a quite hard and uninterested atmosphere in Holland. People were not happy with, it sounds really, really awful, but it's true, people were not happy with Jews coming back at all. 1946-ban, amikor az első kiadás megjelent, elég ellenséges légkör volt Hollandiában. Mondhatjuk, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem örültek, tehát nem volt érdeklődés, és sőt azt is mondhatjuk, hogy nem örültek annak, hogy a zsidók visszajöttek. So that the book was no success during his lifetime must have been an incredible disappointment for my father, and that is going all over the world now. Well, I don't believe in an afterlife, but I think my father lives on in his children. And it makes us incredible, incredible proud. This is message is now spread. Az édesapám számára nagyon szomorú volt, hogy az életében nem ért el sok embert, ez a könyv nem volt sikeres. Én nem hiszek a halál utáni életben, azt gondolom, hogy az ember a gyerekeiben él tovább, és ez nagyon jó érzés, hogy végre ennyi embert elért ez a könyv. And I hope the book will help in making people clear how hope and love is the only way to overcome hate, and how that it helps in that way by preventing new tragedies like the Holocaust in the future. That's my big wish. És abban reménykedem, hogy segít az embereknek tudatosítani azt, hogy a remény és a szeretet győzheti le csak a gyűlöletet, és hogy csak ez a módja annak, hogy ne történjen ilyen többször. És hogy reméljük, hogy ezzel a könyvvel mi is hozzájárulunk ehhez. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést mindenki nevében. Köszönjük, hogy eljött ide Budapestre. Ez működik ide. Balázsi Pannának, a Földi Marinak, valamint Hollandiából érkezett vendégeinknek, Melchior Tövinnek és Paul Sebesnek nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, a sajtóképviselőinek, illetve a kérdezőknek az érdeklődést. Minden kedves vendégünknek nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek.
külön szeretném megköszönni a túlélőknek, hogy a jelenlétükkel megtisztelték ezt a rendezvényt. Ezzel a könyvbemutató és sajtótájékoztató reguláris része befejeződik, de arra kérem Önöket, ha tehetik, még ne menjenek el, készültünk egy kis vendéglátással, és kötetlenebb formában, de folytatódhat ez a program. Minden bizonnyal, mert Herbert Lindel is tudnak egy kicsit beszélgetni, hogyha szeretnének. Köszönjük szépen!